Mécseseket, virágokat helyeznek el a síroknál a hozzátartozók ebben a szekszárdi temetőben. Már most a napokban is sokan járnak a sírkertekbe, hogy felkészüljenek a november 1-i Mindenszentekre és a 2-i halottak napjára. Nem csak olyan nagy dolgot, virágot viszek, de hát ez mindig van. És halottak napján is kijönnek majd? Igen, a gyerekekkel együtt. Most csak én jöttem, de jönnek a gyerekek is. A sírokat a hozzátartozók gondosan rendbe teszik, letisztítják a halottak napját megelőző időszakban. Meglátogatjuk a sírokat, halottjainkat. Nekünk elég szétszórtan van, akit somos tolnabaranyám, és azért vagyunk már ennyivel előrébb. Már sok helyre kell sajnos mennünk. Mindenszentek és halottak napja alkalmából jelentősen megnő a forgalom az utakon és a sírkertek környékén, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen egymásra, erre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ugyanilyen fontos az értékeinkre is vigyázni. Amikor a sírkertekben gondozzuk, ápoljuk a rokonaink, ismerőseink sírját, senki ne hagyja az értékeit őrizetlenül még egy percre se. Ez azt jelenti, hogy amikor esetleg a növényeket, az elkopott koszorúkat elvisszük a szeméttárolóba, ne hagyjuk a síron a táskánkat, hiszen egyetlen óvatlan pillanatnak az lehet az eredménye, hogy valaki, aki esetleg szeretné megszerezni más értékeit, elviszi, és később akár a kukában találjuk meg kiürítve a táskánkat. Ebben az időszakban a rendőrök a temetők környékén fokozott létszámban lesznek jelen, annak érdekében, hogy mindenki békében és biztonságban emlékezhessen meg elhunyt szeretteiről. A katasztrófavédelem továbbá felhívja még a figyelmet a halottak napi tűzesetekre is. Tavaly Tolnában 4 alkalommal vonultak a tűzoltók temetőben keletkezett tüzekhez, továbbá gyertya vagy mécses miatt lakásokban felcsapó lángokhoz. Szekszárdon például egy éjszakára őrizetlenül hagyott mécses miatt keletkezett tűz egy házban. Tamásiban szintén hasonló eset történt, a lángok itt mintegy 8 négyzetméternyi területet érintettek. Érdemes akár a temetőben vagy a sírhelyek környezetét is letakarítani ugye a zavartól, az elszáradt koszorútól, valamint virágoktól. A temetői hulladéktárolóba kerüljük a forró és izzó tárgyak dobását. Minden esetben hőálló mécsest helyezünk ki a sírok környékére. Gondoskodjunk arról is, hogy lehetőség szerint ezek ne tudjanak felborulni. Ha a sírhelytől távozunk, lehetőség szerint oltsuk el. A házban gyújtott mécseseket, gyertyákat fémtálcára helyezzük, és gondoskodjunk róla, hogy ezek közelében ne legyen semmilyen éghető anyag. Érdemes füstjelzőket is beszerezni, amik baj esetén jeleznek számunkra.